fucking house down. Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani és így meg itt vagyunk a következő videóban, és üdvözlök minden kedves nézőt és mindenkit. Hello, sziasztok srácok. Nos, ebből a videóban nem más lesz, mint ki fogunk menni üstökösöket nézni a Minecraftban, ugyanis elvileg nagyon érdekes hulló csillagokat lehet majd látni, és ezeket fogjuk megnézni, és mindenek előtt felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ha tetszik a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és csináltok meg a csengőt, és mindig kapjátok értesítést, és hogy, ja, ilyesmi, és ugye vannak saját termékeim, a leírás elsősorban megtaláljátok, eredeti PGT-tőlős termék, ugye szeretitek a... szeretek engem és a csatornámat, és akartok ezzel támogatni, és akartok nagyon-nagyon király termékeket, akkor nyugodtan vegyétek meg. Ah, izgatott vagyok, mindig imádok videózni, haj, annyira szeretem. Na, szóval kezdjünk bele a dolgokba. Így is van, hello kis is itt van, nem hagyhattuk ki. Őt most itt hagyom a házban, nem tudom miért, igazából itt hagyom a házban. Sajnálom kis, de túl veszélyes most kint, hulló csillagok meg ilyenek, nehogy valami rád essen. Na jó van. Szerintem akkor fogjunk is neki, viszont mindenek előtt átnézem a kovácsokat, ugyanis ott még nem voltam. És hú, kaptunk egy kis izét, kaptunk egy kis kaját, meg egy vaskardot, nagyon király. És azt hiszem, hogy van még egy, így is van, ott is van. Azt is gyorsan megnézzük, mert a kovácsok mindig ilyen misztikus, különleges dolgokat rejtenek, szóval. Ó, király, na, hát annyira nagyon nem durva, de jó, nem rossz cuccok így kezdetlegesen, szóval ja. Szóval menjünk is szépen nézni üstökösöket, mondjuk nem tudom, hogy mennyi az idő, Minecraftban még nincsen órám, szóval nem tudom, hogy hogy lehet. Ott van, azt láttátok? Ott ment valami üstökös, nem? Arra fele ment valami üstökös, nem? Nem láttam jól, mindegy, mindegy, elindulok arra fele, nagyon remélem, hogy arra fele ment. Te király, tök menő. Arra fele tényleg ment egy izé üstökös. Jó, hát megnézzük, hátha izé, valahol a közelbe. Aha, oda esett le. Milyen menő már? Oda esett le egy üstökös. Úristen. Na jó, megnézzük. Megnézzük, mi legyen, srácok, megnézzük, vagy ne. Írjatok le kommentbe, szerintetek megnézzük? Szerintetek biztos, hogy megnézzük? De tényleg biztos? Biztos? Sokan azt írtátok, hogy igen. Biztos? Igen? Jó, rendben van, megnézzük, de csak már azt akartátok. Közben mindenki azt írta volna, hogy nem. Na mindegy. Hú, na jó van. Készen álltok? És mi a izé? Mi a izé? Srácok, ott van valaki. Ott egy űrlény. Na nem már! Ott egy űrlény. Az üstökössel leesett egy űrlény? Halljátok? Ez milyen menő? Már ott egy űrlény, ezt nézzük már meg. Mondjuk lehet, hogy erőszakos. Mindegy, van nálunk cucc, szóval, hogyha bántani akar, akkor megvédjük magunkat. Milyen menő már? Hello! Üdv, izé, ajúgy. Hát ahogy látom, nem beszél a mi nyelvünkön. Üdv, én Dani, kdap, nem kidap, vagy nem tudom, igen, kidap, vagy nem tudom, biztos, igen. Kari Hork, aha, Kairi Hork, igen, jól vagyok, persze, igen, szép napunk van, meg minden. Üdvözöllek, meg ilyesmi. Jaufkr, igen, Jaufkr, neked is. Hangátlakító. Ó, hangátlakító, ez mi? Most értesz? Aha! Wow! Adott nekünk ilyen hang... Ne! Ez nagyon durva! Várjál! Úristen! Ez nagyon durva! Ez milyen menő már? Adott egy hangátlakítót, és most halljuk! Ah, na jó, ez nagyon király! Csá, űrlény! Csá! Hello! Szia! De király! Mindig csak lenyírják a szőrünk. Mi van? Miért ölted meg a szegény barit? Miért ölsz szegény barikat? Na mindegy. Na jó, hát van hangátlakítónk, királyság. A bárányokat is hallod. Mi? Ja, hogy ezt a bárány mondta? Aha, oké, hát rendben van. Szia bárány, hello, hogy vagy? Mi a helyzet? Gyilkos. Ja, ő egy gyilkos! Megölti a bárányokat! Fúj! Rossz űrlény. Mindegy, nem baj, na. Hagyjuk. Űrlény, miért jöttél ide? Vagy mit szeretnél itt? Békés szándékkal érkeztem. Aha, oké, és királyság. Akkor nem fogsz gondolom bántani senkit, legalábbis ott nagyon remélem, hogy nem akarsz bántani semmit. Meg senkit. Szeretném, ha körbevezetnél. Ó, oké, persze. Jó, gyere. Bemutatom a falut neked. Hú, király! Találkoztunk egy igazi űrlénnyel, srácok! Hú, de menő! Ez nagyon menő! Találkoztunk egy űrlénnyel! Leesett a hullócsillaggal együtt, amúgy
Amúgy, hogyan jöttél te egy hullócsillaggal? Most nem azért vagy egy meteorra. Te így felkapaszkodtál rá? Vagy nem tudom, eléggé komoly. Nem tudom, tested lehet, hogyha túlélted, vagy nem tudom, érdekes. Na mindegy, vezetlek téged amúgy tovább nyugodtan, hogyha szeretnél jönni. A V537-es bolygón élek, és annak a darabja. Aha, akkor lehullott egy bolygóról, értem. Jó, menő, királyság. Na, gyere, figyelj, bemutatom neked a falunkat. Nem túl nagy cucc igazából, egy kisebb falucska így a Minecraftban, de igazából biztos, hogy nem is remélem, hogy tetszeni fog. Először bemutatom a én házamat, jó? Szép, szép, na oké, királyság. Na, bemutatom neked első sorban az én házamat. Nem akarok kérkedni, de szerintem az egyik legmenőbb ház a faluban, ja. Na gyere, gyere nyugodtan, így kinyitom az ajtót, így is van, na. Kis, be sem mutattam neked. Kis, itt van a, itt van egy űrlény, aki most jött le a meteorról. Ez mi? Ez a kutyám! Ez a legjobb barátom. De is hát, ja, így a Minecraftban így a legjobb barátom, szóval. Ő itt kis. Köszönöm szépen kisnek, meg ilyenek. Ő az, aki minden videómba kb. Ott van, minden videómba segít, minden videómba követ. Kutya, akarod mondani? Ugatikus Maximus. Ugatius Maximus. Igen, olyasmi, biztos. Mi így hívjuk. Igen, kutyuska. Kedves, látod? Nem harap meg semmi. Nyugodtan megsimogatod, hogyha akarod amúgy. Bár nem tudom, lehet, hogy fél az űrlényektől. Aranyos, csak nincs három orra. Hát igen, földi kutya, nincsen három orra. Ja, mindegy, igen, ez én házam. Menő szerintem, tetszik neked meg minden, remélem. Gyors körzetlek úgy nagyjából a faluban is, gyere csak nyugodtan. Na, igazából ez itt a kovács. Itt vannak, itt szoktak kovácsolni kardokat, csákányokat, ilyesmiket, ásókat, baltákat, stb. Meg szetteket. A kovács ezt itt szokta csinálni. Ez itt a falu főkútja. Innen szoktunk vizet szerezni. Ez itt a kert, innen jön a kaja. Tudod, finom, hami, tudod, gyomorba. Amúgy hogy hívjátok a kaját külföldiül? Vagy nem külföldiül, űrlényül. Érted? Annak is biztos van valami érdekes elnevezése. Éhes sisvok. ez menő. Aj, annyira imádom, van egy űrlény barátunk. Na, ez itt egy nyúl. Igazából nem tudom, lehet biztos, hogy ismersz nyulakat, meg ilyesmiket. Ez itt egy ijesztő. Haha, félsz a nyúltól? Milyen menő már? Gyere, nyugodtan simogasok, nem bánt. Félnek a nyúltól. Tök kedves. Karop színű a szeme. Károp színű. Nem tudom, mi ez a károp szín, de amúgy ja. Kedves, Jugi nem bánt. Látod, ugrál? Tukorius, na, gyere, van még egy csomó cucc, na. Itt vannak falusiak, gondolom valahol. Mindjárt keresünk egy falusit, várjál. Gyors keresünk falusiakat, akinek bemutat. Ott van. Ott vannak falusiak, gyere. Hú, ez is menő lesz. Na, itt vannak falusiak, ők a falusi, hát ja, ők mond a falunak a lakói meg ének. Sziasztok falusiak, hello. Ő itt az űrlény barátom, vagyis hát úgymond majdnem, hogy barátom. Most érkezett igazából. Ja, igazából csak körbejönni nézt, jött így ide. Egy meteorról zuhant le, amúgy tökre érdekes meg minden, és ja, igazából, ja, ő egy űrlény, tök menő, ugye? Ja, szerintem tök menő, igaz, srácok? Mi? Hát az űrlény, nem látjátok? Itt van űrlény. Látjátok? Miért nem vagytok meglepődve? Nem néztek annyira nagyon meglepődött neki, vagy nem tudom, nem látjátok itt egy űrlény? Megint kell a sziológus? Milyen sziológus? Itt egy űrlény! Nem látjátok? Miért nem látnak téged? Itt nincs semmi. Mi az, hogy nincs? Na jó, gyere ki űrlény! Nem látnak. Miért nem látnak? Mi az, hogy nem látnak? Hát de itt vagy. Nem látnak? Hogy érted, hogy nem látnak? Hát de én is látlak téged, kis is látott, hogy ne keltsünk felhajtást. Aha, szóval van ilyen láthatatlan cuccod, hogy csak én látlak? Wow, igen, hát oké, hát ez menő meg minden, hát jó van. Mindegy, ezt figyeld. Na, wow, lol, ez kajak eltűnt, és itt vagy. Wow, ez menő. Hát jó, mindegy, eléggé durván, nem tudom, fejlettek vagytok meg ilyenek. Hát jó, űrlény, igazából nagyjából ilyennyi a falu, szóval. Nagyon mást így nincs semmit mutatnom neked. Szereted a kutyádat? Aha, igen, a kedvenc társam úgymond a Minecraftban, szóval. Ja, ő a izé. Nagyon. Szeretem kist, meg szerintem a nézők is szeretik. Igaz, srácok? Szeretitek kist? Gondolom, hogy szeretitek. Ja? Nem? Hova mész? Most mi az? Most olyan veled?
És mi az? Mondjad. Mondjad, mit szeretnél. Most várj. Jó, várok. Mondjad. Ó, felvett egy vasszettet. Aha. Mondjad, mi az? Hát... Nem, most ezt nem értem. A gyenge pontotokat... Mi az? A gyenge pontokat is elmondtad. Vége a földnek. Mi van? Mi van? Nem! Nem, 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 na menj innen! Na menj innen! Na menj innen! Na jó van! Na jó van! Oké, értem. Szóval te azt hiszed, hogy a kutyák a gyenge pontjaink. Hát oké, rendben. Gyere csak ki! Figyelj, gyere ki! Gyere ki! Gyere ki! Hagyja a kutyámat ebből, na! Úgy van. Jó van. Hát csak szólok, hogy véged van amúgy. Na jó van, hát jó van. Oké, értem én. Szóval te azért jött, hogy elpusztítsd a földet. Hát oké, és hát ezt eléggé szépen meg fogod bánni. Csak szólok, hogy ezt nagyon-nagyon meg fogod bánni. Uram, atyám, srác, mi jött? És komolyan azért itt az ülény, hogy elpusztítsa a földet? Ennyi volt? Ennyi volt? Hát ez jó béna volt. Kis, ezt láttad? Megütött téged. Na jó, várj, kapsz kaját, hogy feléledj. Ja, a ópiamát nem tudok neki adni. Hát jó, oké. Srácok, megöltük a űrlényt, de hát... Úristen. Úristen, mi ez? Méreg. Miért kaptam mérget? Ez érdekes, na mindegy. Hát srácok! Wow! Elkaptuk a miért akarok mindig külföldit mondani? Elkaptuk az űrlényt! Wow! Tényleg azért jött, hogy elpusztítsa a földet, ezt nem gondoltam volna. Na mindegy, hát jó, igazából megakadályoztuk. Nagyon remélem, hogy nem lesz semmiféle következménye a dolognak. És hogy srácok, hogy tetszett a videó, akkor dobjuk egy lájkot a videóra, és csapstok egy feliratkozást is, meg minden, és akkor találkozunk a következő videóban, és ne felejtsük el lecsekkolni a harmadik csatornámat, meg a másik csatornámat sem, meg az elsőt se. Minden csatornám ott van a leírásban. Ugye van a Dani Minecraft, a PGT Dani és a Dani Game. Mind a háromra iratkozzatok fel, légy szíves, és ja, ennyit találkozunk, köszönöm, srácok, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sziasztok!